Tehát, hogy minél jobban tudom, hogy én mit akarok, vagy én ki vagyok, annál jobban tudok viszonyulni a többi emberhez is, és jobbak az emberi kapcsolatok is. Miért is fontos az érzelmi intelligencia, hiszen elhatároztuk, hogy 2018-ban bebizonyítjuk, illetve felhívjuk a figyelmet arra, hogy az EQ szexi. Persze nem pszichológiai eszmecserére készülök most sem, hiszen Angyal András a vendégem, aki ugye 11 éves korod óta táncolsz. Körülbelül 11 éves korod. És több mint 400 táncversenyen voltál. Körülbelül. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy te a testbeszédéhez nagyon értesz. De az is feltűnt viszont, hogy az EQ rendezvényeken ott voltál figyelő hallgatóként. Érdekel a pszichológia? Érdekelnek ezek a dolgok? Abszolút érdekelnek, igen. Tehát nagyon érdekesnek találom minden az emberi lélekkel kapcsolatos dolgot. Már csak azért is, mert az én munkámat is hozzátartozik. Igen, egyszer azt olvastam még, amikor a Szombatesti Lázban ugye országos ismertségre is szert tettél, és mind az 5 szériában benne voltál, hogy egy cikkben azt a címet adták, hogy tánctanár, koreográfus, pszichológus. Igazából a tánc és a pszichológia kicsit álkérdés, de hogy jön össze, András? Hát én azt gondolom, hogy amikor valaki eljön hozzám táncolni, akkor ott nem csak az illetőnek a testével, vagy a szellemével kell foglalkozni, hanem ugye hogy a lelkével is. Tehát sokszor valaki nem azért nem tud megcsinálni mondjuk egy tánclépést, vagy azért nem tud táncolni a párjával, mert nem képes rá fizikailag, vagy szellemileg, hanem van valamilyen lelki akadálya. Ez lehet egész egyszerű, és egyszerűen csak fél tőle. Vagy szégyellős, vagy gátlásos, vagy én biztos ügyetlen vagyok. Nekem is ez lenne mondjuk az első érzetem, amikor mondjuk elmennék, miközben nagyon szeretne az ember táncolni. Ezeket a blokkokat hogy lehet oldani? Kezdem egy kicsit messzebbről. Igen, általában az embereknek a 90%-a azt mondja magáról, hogy ő nem ügye el, meg nincs ritmus érzéke, stb. De igazából nagyon kevés olyan emberrel találkoztam, akinek nincs ritmus érzéke. Tehát talán egy volt, vagy kettő. Tehát az nem létezik szerintem, hogy valami nincs ritmus érzéke, hiszen a mindennapokban is érünk egy ritmust, vezetünk autót, a munkahelyen is beküljön, tehát mindenkinek van egy ritmusa. És hogy lehet ezeket lefüggeszteni, ugye az volt a második. Hát, Ez mindenkinél más. Mindenkinél más. Hát itt van a pszichológia tulajdonképp, ugye? Gyakorlatilag, amit te csinálsz, hogyha oktatsz, vagy járnak hozzád egyéni órára, vagy akár csoportos tréningre, csapatépítésre, akkor a tánc az egy katalizátor egyébként, tehát hogy hozzásegít, hogy önbizalma legyen az embereknek, hogy egy csapat megérezze a közös ritmusát. Hát mennyi mindenre jó szerinted a tánc? Tánc, azt gondolom, hogy nagyon összetett dolog, nagyon sok mindenre jó. Ugye kell benne használnunk a testünket, kell használnunk az agyunkat, hogy megtanuljunk egy-egy lépést, koreográfiát, kell használnunk az érzelmeinket benne, hiszen szerintem úgy nem lehet, hogy nem visszunk bele érzelmet. Ott van ugye, ha a társas tánc, már pedig elsőtemben inkább társas táncról beszélünk, akkor a két ember viszonya is fontos, mind fizikailag, mind szellemileg, mind lelkileg. Azt gondolom, hogy a testünk sokkal többet elárul rólunk elsőre, mint hogyha mondjuk beszélgetnénk csak valakivel, tehát hogyha van egy érintés, van egy összenézés, van egy fizikai kontaktus, egy tartás, akkor sokkal több minden kiderül a másikról, sokkal hamarabb idő alatt. Ilyen szempontból egyébként te nyilván ebben már nagyon sok mindent tudatosítottál, hogy mi működik, amit mi csak érzünk, adott esetben amatőrként.
neked nagyon csiszolt lehet ez a jelnyelved, ami a testbeszéde, vagy a ritmus, vagy az érintés, nem? Azt gondolom, hogy igen, van benne tapasztalatom, tehát hogy talán jobban rá tudok érezni. Mert ha érzelmi intelligenciáról beszélünk, ugye ott beszélünk arról, hogy hogyan hangolódom a másikra, vagy milyen a viszonyom önmagammal. És azt gondolom, hogy bármelyik oldalról nézem, ebben a tánc, vagy a táncban ez benne kell, hogy legyen. Igen, pontosan. Tehát, hogyha táncolok valakivel, vagy a prelmek egy táncversenyben, ugye ott nagyon hamar, ha kiállok a parkett, először is tisztában kell lennem magammal, hogy én mit csinálok, nekem mi a feladatom, milyen érzéseim vannak, vagy érzéseket generálni, ugye minden táncnak más a stílusa, más a hangulatvilága. És ugye, hogyha megvan ez először magamban, akkor kell kontaktálnom a partneremmel is. És az ő érzéseit is figyelnem kell, és nekem is át kell adnom. És tehát ez egy ilyen csere kell, hogy legyen köztük, akkor van úgynevezett kémia. Egyébként, ahogy mondod, hogy minden táncnak más az érzésvilága, erről beszélgethetnénk egy kicsit, mondjuk a zumbához milyen érzésvilágot társítasz? A zumba tulajdonképpen egy összefoglaló dolog, tehát ez egy latin alapú fitness. Maga a gondolatvilága a zumbának az, hogy érezd jól magad, mozogj úgy, hogy ez ne egy erőfeszítésnek tűnjön. Tehát ez egy pozitív érzésvilág. És ugye ott próbálunk olyan zenéket is használni, ami ezt a pozitív éles stílust tükrözi. Tehát vidám latin zenéket, lassabb latin zenéket. Tulajdonképpen mindent lehet benne használni, amit szeretne. És a lényeg az, hogy az emberek jól érzik. Hogyha mondjuk a klasszikus táncokat nézzük, mondjuk egy keringőhöz milyen érzésvilágot társítanál? A keringő, én azt gondolom, hogy egy összetettebb dolog olyan szempontból, hogy ott nem feltétlenül csak a pozitív dolgot és a vidámságot lehet megélni, hanem esetenként akár egy szomorúbb vagy keserűbb érzést is el lehet táncolni. Tehát a táncban nem csak vidámságot lehet kifejezni, hanem hogyha rosszul vagy, dühös vagy, szomorú vagy, azt is meg lehet élni. Mondjuk a düh vagy a szomorúság tánca mi lehet? Tangó? Tangó például. A tangó az a szenvedélyek játéka, nem? Amiben benne lehet mind a két véglet. Benne is kell, hogy legyen. És ilyen szempontból mondjuk te ahhoz, attól függően, hogy mit táncolsz, magadban ezeket az érzelmeket, mint egy színész generálod, és elő kell hívni, hiszen véletlenül csak akkor tudsz rám hatni. Tehát nézőként sem csak a mozdulataidat érzem, hanem a lényed is kell, hogy hasson. Igen, tulajdonképpen jól mondod, ez lenne a lényeg, hogy mindig előhívjuk magunkból azt az érzésvilágot, és ezt át is tudjuk adni, hiszen ha csak lépéseket csinálok, az ugye nem hat úgy rád, azt nevezhetjük tornának is. Aha. De ha ez meg van töltve érzelmekkel, stílussal, akkor adok át igazán valamit, és szerintem az igazán nehéz, hogy ne azt érezd, hogy ilyen lépéseket táncolok, hanem valahogy hassak rád. Tehát szinte történetet táncolj inkább, vagy valami. Igen, tulajdonképpen valamilyen hatás érjen téged, akár egy sztori, vagy bármi. Azt olvastam, hogy ilyen szenior generációhoz tartozókat elvittek egy olyan helyre, ahol a fiatalságok zenéi szóltak, arra táncoltak, és a tánc nagyon fontos volt benne, és hogy valami egészen más hatása lett a testre. Tehát a tánc ilyen értelemben egy ilyen fiatalon tartó szer is lehet, vagy mozgásforma is lehet. Tulajdonképpen igen, szerintem, tehát, hogy a fiatalon tartásnak már megvan a csodaszere, ez a zene és a tánc, szerintem. És ehhez visszatérve, amit mondtál, tehát az nagyon érdekes, hogy amikor mondjuk idősebb korban valamilyen olyan zenét
hal meg az ember, ami a fiatalságát idézi, akkor úgymond az agy emlékszik arra, és bekapcsol valami az emberek agyába, amitől fizikailag is aktívabbak lesznek. Ja, mert pont ezt akartam mondani, hogy állítólag ott aztán mérték a kísérletben a különböző fiziológiai paramétereket, és hogy nagyon jó eredményeket hoztak korukhoz képest, korábbiakat kvázi. Igen, tehát az agy emlékszik ugyanúgy, mint ahogy bizonyos dolgokra, például a demenseknél használják azt, hogy hasonló rendezik be a szobájukat, mint ahogy ez régen volt, és ugyanúgy ez előfordul általában esküvőkön például, hogy a nagypapa vagy nagymama meghallja azt a zenét, amit régen, és akkor egyszer csak eltáncolja az estét, mert emlékszik az agy és a test. Miközben adott esetben lehet, igen, hogy ilyen baktatva lassan, kicsit csoszogva érkeznek meg az esküvőre. Igen. Tehát így neked az életedben egyébként mi a tánc? Pont azon gondolkoztam, hogy úristen, én nekem olyan ritkán adatik meg, de olyan eufórikus élmény tud lenni, hogy az önfeledtség maga. És hogy némi irítséggel gondoltam rá, hogy tulajdonképpen te meg az egész életedet végig táncolod. Tulajdonképpen igen. Ha meg kell fogalmazni, én is gondolkoztam már ezen, mert föltették nekem többször ezeket is, minek a tánc. És tulajdonképpen az a hely, vagy az a pillanat, ahol tényleg önmagam vagyok, azt gondolom. Minden. Tehát ott nem gondolkozok azon, hogy ezt így kéne, vagy úgy kéne, hanem csak történik. Tehát egyrészt van egy önazonossága, meg másrészt talán van egy ilyen jelen idejűség, nem? Hogy ott, abban a pillanatban nem gondolsz a sárga csekre, nem gondolsz a tegnapi, nem tudom én, megbántottságra, hanem amit annyian szor mondanak, hogy éld át a pillanatot, akkor neked ez is a tánc? Igen, tulajdonképpen igen, hiszen abban a pillanatban csak arra tudok ott gondolni, mert más nem fér be az agyamban ott. Tehát muszáj vagyok annyira koncentrálni arra a dologra, és akkor ugye ez átfordul egy ilyen flow élményé, amikor nagyon koncentrálsz, aztán semmire nem koncentrálsz. A versenyzés hiányzik? Igen, hiányzik, szeretnék is még versenyezni. Tehát, most az is flow? Abszolút, igen. Tehát még úgy érzem, hogy van bennem, még nem teljesítettem ki ebben teljesen. Teljesen kiteljesed, és igen, még szeretném, amíg lehet, bármeddig lehet tulajdonképpen, tehát nincs korhatár. Ez az a sport, ahol végül is nincs korhatár. Míg tornászok előbb-utóbb lekezdeljenek a gerendáról, de ezt végül is lehet csinálni élethosszig. Lehet csinálni bármeddig. Nyilván változnak a fizikai lehetőségek, bizonyos tekintetben beszűkülnek, de máshol viszont hozzá lehet adni. Hogyha a versenyzés ilyen fontos, akkor a tanításban mit szeretsz? Ugye onnan indultunk, hogy ez az önbizalmat tudja növelni, vagy mennyi mindenben segíthet az embereknek, de neked, aki a fejlődésüket kell, hogy támogass, neked abban mi az öröm? Hát tulajdonképpen jó látni azt, hogyha ha át tudok adni valamit, az működik, és azzal örömet szerzett. Aha. Tehát az a te hasznod is, hogy a másik körül, annak örülsz te is. Egyébként az Erkura még egy picit visszatérve, ezek a rendezvények, vagy ezek az elméletek, mondod, hogy a pszichológia érdekel, de igazából miért? Hiszen egyre több ilyen önfejlesztő könyv van, nagyon sok ilyen rendezvény van, és magam is tapasztalom, hogy valahogy az éjség egyre nagyobb az embereknek befelé, hogy önmagukat kutassák. Neked az önismeret, vagy a saját életed megfejtése is ott van, nem csak a test és a lélek tánca? Abszolút ott van, tehát hogy én már régóta így keresem magamat. Szerintem ez egy ilyen soha véget nem érő sztori tulajdonképpen. Igen. És nekem is rengeteget segít, tehát hogy minél jobban
tudom, hogy én mit akarok, vagy én ki vagyok, annál jobban tudok viszonyulni a többi emberhez is, és jobbak az emberi kapcsolataim is. Tehát ezt a fejlődést te magad is érzed. Igen. Tulajdonképpen erről is szól az EQ Szexi mozgalom. Köszönöm szépen, hozzá is. Legyen így, legközelebb gondolkodjunk együtt majd a kávészünkben.